A DNF egy hatékony csomagkezelő, amelyet az RPM alapú disztribúciókhoz hoztak létre, mint például a Fedora, a CentOS vagy a Red Hat Enterprise Linux. Továbbá a YAML utódjának tekinthető, mivel jobb teljesítményt, jobb függőségkezelést és felhasználóbarátabb felületet kínál. Ebben a videóban áttekintjük a DNF parancs alapjait, és példákkal szemléltetjük annak működését. Először is értsük meg, hogy mi is az a Dandified YAML. A DNF lehetővé teszi számunkra, hogy csomagokat telepítsünk, frissítsünk és távolítsunk el RPM alapú disztribúciókon. Továbbá a DNF parancs feloldja a telepítendő csomag függőségeit, mellyel a fő csomag mellett telepíti a szükséges hozzákapcsolódó csomagokat is. A DNF története 2015-ig nyúlik vissza, ekkor jelent meg először a Fedora 18-as kiadásában, majd 2018-ban teljesen átvette a YAML helyét a Fedora 22-ben. A DNF megalkotásának elsődleges célja az volt, hogy javítsa a YAML teljesítményét és hatékonyságát, modernizált kódalapot biztosítson és jobb függőségkezelés kínáljon. A DNF gyorsabb műveleteket, jobb memóriakezelést és egy tisztább API-t hozott magával. Na de térjünk is rá az alapparancsokra, melynek az első eleme a csomag telepítése lesz. Ez a sudo dnf install csomagnév parancsból áll össze. Bontsuk le a fenti parancsot. A sudo lehetővé teszi, hogy a parancsot rendszergazdai jogosultságokkal futtassuk. A dnf install utasítja a dnf-et, hogy telepítse a megadott csomagot, a csomagnév kifejezés helyett pedig természetesen a telepítendő csomag nevét szükséges megadni. A kimenet alapján hasznos információkat láthatunk a hivatkozott csomagról, például a csomag verzióját, letöltési méretét, a csomag forrásának tárolóját és a CPU architektúrát. Bizonyos esetekben szükséges lehet egyes csomagokat frissíteni. Bár a Linux disztribúciók nem kényszerítik a felhasználót a frissítésre, ennek ellenére mégis jó gyakorlat lehet, hogyha az összes telepített csomagunkat a legújabb kiadásra frissítjük. A legjobb érvek a frissítés mellett, azon felül, hogy új funkciókat kapsz az új verziókkal, a rendszer biztonságának fenntartása, a stabilitás megtartása és a teljesítmény megőrzése. Na de nézzük is meg, hogy hogyan frissíthetjük az összes csomagot a DNF használatával. Ehhez írjuk be a sudo dnf update parancsot. A parancs futtatásával a DNF lekéri a tárolókból az összes telepített csomag információját, és ha elérhető belőlük új verzió, letölti és telepíti azt. De lehetőség van arra is, hogy csak egy adott csomagot frissítsünk a DNF update parancs kiadásával. Ehhez adjuk meg a sudo dnf update parancsot, majd a csomag nevét. Mint a kimenet is mutatja, a csomagunk frissült a legújabb verzióra. Ha már nincs szükségünk egy csomagra, a telepített csomagot eltávolíthatjuk a DNF remove parancs használatával, amely az alábbiak szerint működik. Írjuk be a sudo dnf remove parancsot, majd írjuk be az eltávolítandó csomagnak a nevét. A DNF megvizsgálja, hogy a csomaghoz tartozó függőségek a továbbiakban használatban maradnak-e, amennyiben nem, azokat is eltávolítja. És mint a kimenetből látható is, eltávolításra kerültek. A DNF rendelkezik egy keresési opcióval is, ami hasznos abban az esetben, ha nem vagyunk biztosak a telepíteni kívánt csomag pontos nevében. Példánkban most a BTOP nevezetű rendszermonitorozó programot szeretnénk megkeresni, így írjuk be a DNF search BTOP parancsot. Sikeres találat esetén látni fogjuk a csomag nevét, architektúráját és leírását. Továbbá használhatunk egy list kötőjel-kötőjel installed kapcsolót a sudo dnf list kötőjel-kötőjel installed parancs kiadásával, mellyel ellenőrizhetjük a rendszerünkön már telepített csomagokat. Ezen felül, ha részletes információkat szeretnénk kapni egy adott csomagról, az info kapcsolóval megjeleníthetjük a csomag információit. Az előző fejezetben csak az alapvető, hétköznapokban is használt parancsokat mutattam be, azonban most vizsgáljuk meg a fejlettebb opciókat is. Az első ilyen a csomagtárolók engedélyezése vagy letiltása.
A csomagtárolók azok a források, ahonnan a DNF a csomagokat letölti. Emellett ideiglenesen vagy véglegesen engedélyezhetünk vagy letilthatunk tárhelyeket. Amennyiben nem vagyunk biztosak abban, hogy melyik tárolóra van szükségünk, a DNF, Search, Fedora kötőjel, Repose parancsal meg tudjuk jeleníteni az elérhető repók listáját. Vegyük sorba ezeket. A Fedora Repose tároló a főtároló, ez tartalmazza a stabil kiadású csomagokat. A Fedora Repose Archive tároló archív csomagokat tartalmaz a nevéből adódóan, tehát olyan csomagokat, amelyek már nem a legfrissebbek, de még mindig elérhetőek. A Repose ELN csomag az Enterprise Linux Next repo definícióit tartalmazza, amely a jövőbeli Enterprise Linux kiadásokat célozza meg. A Fedora Repose OS3 tároló az OS3 verziókezelő rendszerrel kapcsolatos fájlokat tartalmazza, végül a Fedora Repose Rawhide, mely a Fedora Linux aktuális fejlesztési verziójának a neve. Ez a tároló a Fedora Linux legfrissebb fejlesztési pillanatképét tartalmazza, és naponta frissül. Minden nap a rendszer megpróbál készíteni egy teljes csomagkészletet, például telepítési képeket, és minden sikeresen felépült csomag bekerül az aznapi Rawhide tárolóba. A Rawhide-ot néha fejlesztési vagy főverziónak is hívják, mivel ez a fő ága a csomagok verziókezelő rendszerének. Most pedig nézzük meg egy valós példán keresztül is. Szeretnénk például kipróbálni az Audacity legújabb verzióját, de az még nem érhető el a főtárolóból, ezért még a Rawhide tárolóban található meg. Először is telepítenünk kell a repo információit tartalmazó csomagot, a sudo dnf install fedora kötőjel repos kötőjel rawhide parancsal. Ha ez megtörtént, a kombinált parancsal engedélyezzük a DNF-nek, hogy a Rawhide tárolóból kérje le az Audacity legújabb kiadásának csomagadatait, majd telepíthetjük is azt a függőségekkel együtt. Ez pedig a sudo dnf kötőjel kötőjel enable repo egyenlőségjel rawhide install Audacity parancsal tudom megtenni. Amennyiben nem szeretnénk, hogy ez a csomag összeakadjon a már telepített stabil kiadással, letilthatjuk a szoftver unstable verziójának frissítését, melyet a sudo dnf kötőjel kötőjel disable repo egyenlő rawhide install audacity parancsal tudunk megtenni. Ha végleg szeretnénk egy adott repót eltávolítani, akkor azt a sudo dnf remove parancsal tudjuk eltávolítani. Ez az esetünkben most a sudo dnf remove fedora kötőjel repose kötőjel rawhide parancsal fog megtörténni. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben újra szeretnénk majd az adott repóból egy csomagot telepíteni, úgy a tároló információit tartalmazó csomagot újra telepítenünk kell majd. A DNF-ben természetesen lehetőség van a gyorsítótár tisztítására is, mivel idővel a csomagok metaadatai vagy gyorsítótár adatai elavulhatnak. Ennek megfelelően a DNF clean parancs segítségével törölhetjük a gyorsítótárat. Ezt a DNF clean all, illetve a DNF clean metadata parancsal tudjuk megtenni. Az első sor egy átfogóbb tisztítási parancs. Ez eltávolítja az összes ideiglenes fájlt, amelyet a DNF a csomagkezeléshez letöltött, beleértve a csomaggyorsítótárat, a metaadat gyorsítótárat, illetve az ideiglenes adatokat. A második parancs ezzel szemben csak a metaadat gyorsítótárat törli. Pontosabban eltávolítja a tárhelyekből letöltött csomagokkal, verziókkal és függőségekkel kapcsolatos gyorsítótározott információkat. Lehetőségünk van bizonyos csomagok előző verzióinak visszaállítására is. Bár nem túl gyakran van erre szükség, de a csomagban beálló súlyos működési probléma esetén hasznos lehet ez az opció. Ehhez írjuk be a sudo dnf downgrade parancsot, majd adjuk meg a csomagnak a nevét. A parancs eredményeként a csomag visszaáll az előző verzióra. Előfordulhat az a helyzet is, hogy amikor eltávolítunk egy csomagot, az automatikus csomagkezelő a felesleges függőségeket már nem távolítja el. A DNF auto remove all parancsa erre lett kitalálva, mely eltávolítja azokat a csomagokat, amelyeket függőségként telepítettek, de már egyik telepített program sem igényli őket. Ehhez írjuk be a sudo dnf auto remove parancsot. Ha szeretnénk esetleg bizonyos csomagokat kizárni a telepítésből, frissítésből vagy az eltávolításból, akkor használhatjuk a kötőjel-kötőjel exclude kapcsolót.
melyet a sudo dnf upgrade kötőjel-kötőjel exclude egyenlő parancsként tudunk megadni, az egyenlőségjel után pedig írjuk be a visszatartott csomag nevét. Ennek következtében az összes csomag frissül, kivéve a megadott. Amennyiben szeretnénk ellenőrizni, hogy érkezett-e frissítés, de még nem szeretnénk a frissítés végrehajtani, abban az esetben futtassuk le a DNF check kötőjel update alparancsot, mellyel ellenőrizhetjük, milyen frissítések érkeztek. Ez a videó nem tartalmazza a DNF teljes szintaxisának összefoglalását, mivel számos egyéb kapcsoló és alfunkció is létezik. A parancs részletes leírását a terminálban a man DNF parancs begépelésével olvashatod. Összefoglalva, a DNF parancs használatával hatékonyan kezelhetjük a szoftvercsomagokat az RPM alapú Linux rendszerekben. A videóban bemutatott példák segítenek eligazodni a DNF alapvető kezelésében, és hozzájárulnak ahhoz, hogy magabiztosabban navigáljunk a Fedora alapú rendszerek telepítési, frissítési és karbantartási feladataiban. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót! Ha tetszett, ne felejtsd el lájkolni, további tartalmakért iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a csengőt, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmaimról. Ezen felül elérhető a Pingvinbázis a Telegramon, az X-en és a Facebookon is, friss híreket pedig a pingvinbázis.hu weboldalon olvashatsz, ahol szinte minden nap érkezek újabb hírekkel és érdekességekkel. Mindenkinek jó Linuxozást kívánok!